Szeretettel és tisztelettel köszöntöm stúdiónk mostani mai vendégét, 11 Aha. órától dr. Perintfalvi Rita teológus asszonyt. Szeretettel köszöntelek, és engedd meg, hogy tegeződjünk, mert ez a, a bizalom és a tegeződés rágyója, és itt mindenkivel boldog-boldogtalannal tegeződök, hát akkor főleg boldogokkal miért tegeződnék. Köszönöm szépen, Károly. Én is köszöntöm a kedves hallgatóinkat, és köszönöm, hogy itt lehetek. No, az első kérdésem azzal kapcsolatos, hogy én már életemben találkoztam teológus asszonyokkal, teológus nőkkel, akik reformátusok voltak, evangélikusok, de katolikus teológus nővel még az élet nem hozott össze. Tudom, hogy szombathelyen születtél, és hogy teológiai főiskolát végeztél, de egy nőnek a katolikus világban, mi azért egy nagyon férfi világ, tehát ott igen kevés és igen ritka. Hogy jutott eszedbe, hogy ezt a gyönyörű hivatást választ. Igen, szombathelyen végeztem egy teológiai főiskolát, egy kicsit kiegészíteném, mert utána ugye végeztem egy teológiai egyetemet is Szegeden, aztán egy egyetemi végzettséget szereztem a Bécsi Egyetemen, és ott ugye doktorátust is, és most pedig hát habilitációs munkámat írom, vagyis a professzori címnek a megszerzésén dolgozom pár pillanat. és csak azért egészíteném ki, mert hogy azért itt egy sokkal fajsúlyosabb teológusról van szó, mint aki mondjuk elvégzett egy egyszerű hittanári vagy egy hitoktatói iskolát, ugye ilyenek is vannak, én a legmagasabb szintet szerettem volna megszerezni teológiából, mégpedig azért, mert egyrészt engem ez a mester arra inspirált, hogy megismerjem a kereszténységet, mégpedig abban a mélységében, amennyire csak lehetséges. Ennek az egyik útja az intellektuális megismerés, a tudás, a tudományosság, és hogyha már én erre az útra ráléptem, akkor én ebből szerettem volna a maximumot eh, tulajdonképpen elsajátítani, Egyrészt azért, mert mindig is vonzott a tudás, másrészt pedig azért, mert azt gondoltam, hogyha én hívő ember vagyok, és egyébként én más dolgokkal is foglalkoztam, másféle diplomáim is vannak, ha azokba bele tudtam tenni az energiámat, a szenvedélyemet, akkor a hitemnek a megismerésében miért nem teszem bele pont ugyanolyan mértékben, ez is ott kell, hogy legyen, és akkor ez engem fűtött ez a vágy. És hát annak idején, amikor hát én a 90-es években kezdtem el tanulni teológiát, akkor ez még egy ilyen, nagy kihívásként mutatkozott, hogy akkor lehetett ezt először Magyarországon újra, ugye a kommunizmus évei alatt e, tiltva volt, de akkor lehetett tanulni, és az egyház nagyon nyitottan állt hozzá, akkor még a 90-es években a nőkhöz is, a világiakhoz, a laikusokhoz. Ez a helyzet azóta sajnos megváltozott negatív értelemben, de akkor tényleg úgy éreztük, hogy mi fontosak vagyunk, és akkor ez a kezdeti lendület vitt engem ebbe bele. És ha jól tudom, akkor most Grács a te egyik lakhelyed, ahol tanítasz. Igen, 2019 óta a Grácia Egyetemnek vagyok a oktatója. Korábban, hát majdnem 17 évig Bécsben voltam, és Bécsből ingáztam haza, férjem Budapesten él, úgyhogy tulajdonképpen én lettem az a fajta vendégmunkás, aki minden héten kimegy, és aztán hazajön számítottam rá, hogy a férjem esetleg kiköltözik külföldre majd velem, ezt ígérte is, hogy ő ezt megfontolja, de aztán ő neki valahogy a szakma és a szakma élete itthon annyira működik, és bejött, hogy ezt nem akarta feláldozni egy újrakezdésért, úgyhogy én lettem az ingázó, és akkor én jövök-megyek. A munkásságod fontos elemei az egyik a, a nők szerepe, helyzete az egyházban, a vallásban, a hitvilágában. A másik pedig a felszabadítás teológiai értelmezés a Bibliának erről, még után szerintem a hallgatók zöme nem is hallotta még ezt a kifejezést ebben az összefüggésben. Oszd meg néhány gondolatot velünk. Mit jelent ez a felszabadítás teológia? Hát a felszabadítás teológia, hogyha egy konkrét példát szeretnék hozni, amit mondjuk ennek a rádiónak a hallgatói biztosan ismernek, akkor az egy szemében Iványi Gábor, tehát ő az a felszabadítás teológus, aki szerintem egy ikonikus alakja a mai magyarországi felszabadítás teológiának, bár azt hiszem, hogy ő ezt elég ritkán hangoztatja, vagy mondja el magáról. A felszabadítás teológia egy olyan irányzat, ami a 70-es években születik Latin-Amerikában. A gondolatrendszernek az a magja, az az alapja, hogy az Istennek van egy elsődleges döntése, egy elsődleges opciója a szegények felé, a szegények kifejezést tágabb értelemben érték. Ez vonatkozik mindenkire, aki valamilyen szempontból társadalmilag megvetett, kirekesztett, jogfosztott, arctalanná tett. És ők azt mondják, hogy az Isten ezek mellé, a szegények mellé áll, és hogyha ez így van, akkor az egyház, és tulajdonképpen a keresztény teológia is melléjük kell, hogy álljon, soha nem állhat az elnyomók, a zsarnokok és az agresszorok oldalára. És hát ugye nyilván, mivel ez a teológia abból is, amit elmondtam, látszik egy nagyon erőteljes politikai indítatású teológia, ezért nagyon sokszor ennek a felszabadítás teológiának a képviselői aktívan is elkezdtek politizálni, mivel hogy azokat a rendszereket, amiben, amelyekben ők látták a problémákat, úgy gondolták, hogy meg is kell változtatni. Tehát ugye nem hittek abban, amit Marx mondott, hogy a vallás a népópiuma, és hogyha ideát szenved az ember, oda majd megkapja a jutalmat vagy az igazságszolgáltatást, hanem azt mondták, hogy ezeket a szegényeket, ezeket a kirekesztetteket már itt fel kell Ugye innen jön ez a gondolat, hogy felszabadítani. Tehát nekik is megteremteni azt a lehetőséget, hogy ugyanolyan ö, emberhez méltó életük legyen, mint bárkinek a társadalomban, de ezért aktívan kell tenni. Tehát a cselekvő szolidaritás, ami mögött áll. Én feminista teológus egyébként ezen a rendszeren belül vagyok, tehát én úgy értelmezem magam, mint felszabadítás teológiai feminista. Ez azt jelenti, hogy nekem a nők is egy ilyen kirekesztett csoport, egy olyan társadalmi réteg, ami hát tulajdonképpen a társadalomnak a felét a katolikus egyháznak szerintem több, mint a felét talán a kettőharmadát is kiteszi. Mégis igazából jogfosztottak, itt majd mehez beszélhetünk később arról, hogy milyen szempontból látom ezt, de ezekkel a dolgokkal így kezdtem el én is foglalkozni. A jófosztást érthetjük úgy, hogy a katolikus egyház vezetői, működtetői között igen kevés hölgyet találunk? Tehát kirekesztődnek, kiszorulnak azokból a pozíciókból, ahol én a saját akaratukat tudnak érvényre juttatni? Hát teljes mértékben ez így van. Ugye ezt igazából először ennyire konkrétan Ferenc Pápa fogalmazza meg, az Evangélium Gaudium nevű enciklikájában többször is elmondja, hogy ő támogatja azt, hogy a nők a társadalmi élet minden területén, így az egyházban is legyenek ott a döntéshozó pozícióban. Tehát addig az úgynevezett klasszikus teológia, vagy mondjuk a második János Páli teológia mindig arról beszélt, hogy a nőknek is meg kell adni az azonos méltóságot, mert őket is az Isten saját képmására teremtette, ez igaz, de soha nem volt szó az egyenlő jogokról. Tehát a feminista kritika ezt hozza be, hogy az egyenlő méltóság az nem azonos az egyenlő jogokkal, egyenlő jogok pedig akkor teremtődnek, hogyha a döntéshozó pozíciókba is bekerülhetnének a nők, és hát ez nem így van. Ugye Ferenc pápa nyilván nem meri, és nem is akarja még azt mondani, hogy akkor holnaptól legyenek nők is pappá szentelve, és legyenek a püspökök között, és legyenek a pápa választó kúriában is női tagok. Ezt azért nem vállalja be ennyire, ő nem progresszív, tehát ő egy mérsékelt konzervatív tulajdonképpen, de azt már mondja, hogy keressük meg azokat a lehetőségeket ezen kívül, tehát a felszentelésen kívül, ahogy a nőket mégis be tudjuk vonni, és ő rengeteg női bizottság, rengeteg bizottságban, nagyon fontos pozícióban beemelt nőket, ott magában a Vatikánban belül is. Ha jól értem, akkor a felszabadítás teológia a társadalmi igazságosság érvényesítését tűzi ki célul, tehát a politikai jellege ebben fogható meg. A 21. század első negyedének a vége felé járunk. Ebben a feladatban, amit meg akar oldani, mi lenne a munkamegosztás ideális esetben az állam és az egyház között? Mi az állam küldetése, nem csak ebben, hanem általában abban a rendszerben, amiben élünk, amiben emberek élnek, és az egyháznak. Én, ha szabad elmondom a magam értelmezését, az állam az a, a jogok világa. Törvények, az együttélés szabályai törvényrendszerbe foglalja és fekteti, no de az egyik törvény itt véget ér, aztán a másik nem kezdődik el. Ott van egy joghézag, úgy hívjuk, hogy joghézag. Na most ezt azoknak az erkölcsöknek kéne kitöltenie, amit tulajdonképpen az egyház határoz meg, vagy az egyház tanítása. Tehát én valahol itt látnám az együttműködés lehetséges terét az állam és az egyház között, mennyire van ez így a valóságban. A mai valóságban, különösen a magyar valóságban, mert azért Magyarország előtt a többi európai keresztény országtól. Hát igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy konkrétan melyik kontextusról beszélünk, hiszen ez a felszabadítás teológia, akárcsak a feminista teológia, az egy úgynevezett kontextuális teológia, ami azt jelenti, hogy mindig olyan arcot ölt, amit az a közeg megkövetel. Tehát ennek a nagyon fontos elemei, ugye hármas lépcsőfokban gondolkodtak látni, ítélni és cselekedni. A látni ez ugye mindig azt jelentette, hogy elemezni kell az adott közeget, hogy ott milyen igazságtalanságok történnek aztán megítélni, hogy ez rossz, és aztán a cselekvési mintákat alkotni. Most a kérdésre válaszolva, én szerintem a, a magyar kontextusban, ami nagyon hiányzik a politikumnak a világából, az az, hogy teljesen elveszett belőle az etika. Tehát egy olyan fajta politizálás folyik, ami hát úgymond keresztény politizálás, vagy egyfajta keresztény demokrata politizálás. Keresztény országban élünk, állítólag, és mégis az látszik, hogy valahogy a politikum világából eltűnt az etika. Tehát nagyon megjelent és nagyon elterjedté vált a korrupciónak mindenféle formája, nem csak az anyagi korrupcióra a visszaélésre gondolok, hanem tulajdonképpen mindenfajta emberi és járkölcsi korrupcióra is, hogy milyen emberek kerülnek pozíciókba. Hogyha most ugye nézzük ezt a legújabb szociális törvényt, vagy törvénycsomagot, ami megszületik, ott is nagyon érdekes dolog, hogy az állam kire akarja rá tolni tulajdonképpen a szociális ellátórendszernek a felelősségét mint hogyha nem tudom, tehát tényleg ez az etika, ez az etika, ez, ez elveszett volna, és én ezt egy nagyon súlyos dolognak gondolom, és valahogy ezt vissza kellene hozni. Ez azért nehéz, amikor picit úgy érezzük, vagy úgy érzik sokan ebben az országban, hogy az, aki ma keresztény politizálást folytat, az tulajdonképpen inkább áll kereszténynek tekintető, de nem azt jeleníti meg, amiben az emberek ö, valóban egy mintát látnának, vagy egy ideát. Mondjuk én ilyennek látom mindig Iványi Gábor, tehát valahol az ő, ő megtestesíti azt a fajta keresztény etikusságot, amit szívesen követnének sokan, de hát pont nem ez történik a mi politikusainknak a világában. Úgyhogy szerintem itt lenne az egyháznak, vagy a kereszténységnek egy fontos feladata, hogy ezt visszajelezze nagyon keményen, kritikusan, hogy hát nem az történik, és tulajdonképpen itt látszat dolgokra mondják azt, hogy keresztény, de valódi keresztény értékeket meg nem képvisel ez a kormányzat. De joggal teheti ezt a mi keresztény egyházaink sokassága. Ö, ö, rendben vannak a keresztény egyházakon belül azok az erkölcsi elvek és kitételek, aminek teljesülnie kéne? Írtál egy könyvet. A könyvnek az a címe, hogy amire nincs bocsánat. Igen. Nyilván a, 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 keresztény egy, a katolikus egyházon belüli anomáliákat tárod föl ebbe, pedofília, gyerekek, bántalmazás és egyebek. Elvárható-e erkölcsi mérceadása egy olyan társaságtól, idézőjelbe téve, aki önmagával szemben nem elég kritikus? Hát pont ezzel van a probléma, és szerintem ezt fogalmaztam meg ebben a könyvben, vagy talán emiatt is, Vált számukra annyira ijesztővé ennek a kövnek az üzenete, hogy erkölcsi eh, mércévé válni egy adott társadalomban akkor tud egy vallás, egy egyház egy intézményrendszer, hogyha maga is hiteles. Ehhez a hitelességhez pedig hozzá tartozna, most ugye 2019 óta, amikor Ferenc pápa összehívta azt a Vatikáni Csúcs találkozót, amiben a szexuális visszaéléseknek a feltárásáról beszéltek első alkalom a világegyházi szinten, és hát megfogalmazták azt, hogy minden egyháznak ez rendkívül fontos ügyévé kellene, hogy váljon az éró tolerancia jegyében, és akkor mindig azt látjuk Magyarországon, hogy ez a téma, tulajdonképpen az elhallgatott témák közé kerül, egész konkrétan például azzal, hogy én megírtam egy könyvet, amiben ugye tíz áldozatnak a történetét meséltem el, beszéltem el, dolgoztam fel tudományosan is, ez ugye 21 júniusban megszületik, és minden mai napig tulajdonképpen egyetlen hivatalos egyházi reakció nem érkezett erre, szerintem nagyon fontos könyvre, mivel hogy ez volt az első könyv ezzel a témával Magyarországon. Tehát én azt éreztem, hogy az a stratégia, hogy hallgassuk el ezt a könyvet, a másik oldalról pedig azt éreztem, hogy ugyanakkor viszont a kormánymédia beleállt abba, hogy a könyvnek a szerzőjét viszont hiteltelenítsük, járassuk le, nevezzük sátánnak, nevezzük bárminek, azért, hogy lehetőleg minél kevesen, kevesebben olvassák el ezt a könyvet, és akkor mi nem veszítjük el a hitelességünket, mi tovább tudjuk őrizni a várat, és azt a pozíciót, amit úgy gondolunk, hogy elfoglalunk a társadalomban, Ebben egy óriási tévedésük van, mert ezt a könyvet nagyon sokan elolvasták, és ez a téma azért ott van, mondjuk Úrfi Péter munkásságán keresztül is, meg hát a megszólaló áldozat történeteken keresztül is, nagyon jól tudja a magyar társadalom, hogy ez a probléma létezik, de ők még mindig eljátszák, hogy nem. És hát szerintem hosszú távon ez nagyon komoly értékvesztést fog jelenteni. És hát, hogy nyilván van egy ilyen eset, amit te leírtál, tíz ö, 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 eset bemutatásával a, a katolikus egyházról, akkor nem csak ez a szegmens nincs rendben, mert az nem úgy szokott lenni, hogy minden rendben van, csak ez az egy nincs rendben, hanem akkor nagyon sok minden nincs rendben. Te egy, egy lázadó típus vagy, egy kemény harcos forradalmár típus, aki nem nyugszik bele abba, amíg meg nem világítja, meg nem találja a, a, a valódi igazságot. Az előbb azt mondtad, hogy a kormány nem reagált, illetve a katolikus egyház vezetése nem reagált a könyvedre, hát arra nem, de azért közvetlenül, de azért közvetetten feljelentettek a gráci előjárodnál. Azért ezt megtették, ugye, ha jól tudom, és mi volt erre egy normális egyházfő reakciója, mondjuk a gráci ö, emberé. Ezt szívesen mesélem el mindenhol, ahol kérdezik, mert végre egy pozitív példát tudok mondani, hogy egy katolikus püspök hogy is tud egyébként reagálni egy ilyen helyzetre. Ugye ennek a bepanaszolásnak az oka nem a könyvem volt, ezt sejtettem, hogy egyébként a könyvem miatt nem mernek tulajdonképpen hát nem nekem. Nem akarják szóba hozni. Nem akarják szóba hozni, és hát azért azt tudták, hogy azért ez német nyelvtörleten és a német egyházakban, az osztrák egyházban már egy nagyon erősen jelenlevő probléma, tehát megvédtek volna, tehát ezt tudták. Előrébb tartanak a feldolgozásban. Sokkal, 20-30 évvel előbbre, igen. Viszont az áprilisi választások után elkövettem életem egyetlen hibáját, tehát nem, 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 nem sok hibát követtem én már el az életben, de egy nagyon fontos stratégiai hibát elkövettem, hogy írtam egy olyan posztot, amiben bele lehetett egyház jogilag is kötni. Ebben a posztban az egyházaknak a politikai kollaborálását kritizáltam, ez konkrétan a választási kampányban való részvételüket jelentette. E, igen, ilyenkor, amit mondasz, hogy előjön az igazságérzetem, és az a fajta mesterkép van előttem, amikor Jézus megfogja az ostort, és kihajtja a galambárusokat az Isten házából, mert azt érzi, hogy nincsen ott helyük, és én hát ehhez hasonló stílusban, és hát erőteljes szenvedélyen fogalmaztam meg két posztot, amiben hát elmondtam, hogy tulajdonképpen elárulták a Mesteregyházát ezzel a fajta direkt politizálással. Nem a politizálással van a probléma, hanem mindig a pártpolitizálással van a probléma. Az egyháznak van feladata, és meg kell szólalni a politikai térben, de soha nem pártpolitikai módon, és főleg nem úgy, amikor jön egy választás, és akkor kiállunk a szószékre. Tulajdonképpen ugyanazt a spirituális hatalmat használták, mint amit a szexuális visszaéléseknél is, megvan ez a hatalom, az emberek felnéznek ránk, mi egy autoritás vagyunk, ezért követni fogják a mi szavunkat, és ezzel éltek vissza, és én hát ezt, ezt kritizáltam, és akkor nyilvánvaló volt, mivel, hogy még a kritikám mellé oda tettem egy felhívást is, hogy erre az lenne akkor az adekvát reakció a hívők részéről, hogy most a következő négy évben, ha ők magukat ellenzéknek gondolják, nem mennek el egy misérese, nem fizetik be az egyházi adót, és hát nem küldik el a gyerekeket egyháziskolába. Most nyilván, amikor ezt kimondtam, ezzel már tényleg ö, határeset ö, volt, amit már egyház jogilag is meg lehet fogni, és hát ezért írták meg a Gráci püspöknek, aki tulajdonképpen a fent, nem a fenntartója, mert én egy állami intézményben vagyok, de hát tulajdonképpen azért mégis egy felelőse a katolikus fakultásnak, ahol dolgozom és hát neki küldték el ezt a panaszlevelet, követelve, de tényleg szó szerint követelve az én egyházjogi megbüntetésemet, konkrétan két kánont is megneveztek, hogy ennek a pontoknak az alapján, és lefordították a két posztomat németül, ez egy jó hosszú levél volt, tele sok-sok pecséttel, egyetlen egy aláírás nem volt viszont benne. Tehát ami azért megint mutatja, hogy mennyire bátrak a magyar püspöki karnak a tagjai, tehát azért névvel nem merte felvállalni senki ezt a panaszt, és akkor behívta a a püspök atya elkísérte a dékán, illetve hát ő kérte, hogy akkor jöjjön a dékán is. Hát nyilván, amikor már hallottam, hogy a dékán is jön, akkor azért nagyon euh, éreztem, hogy hát azért ez egy komoly beszélgetés lesz, tehát hogy azért itt, itt súlya van a dolgoknak. Kirúgni egyébként nem rúghatnak ki, mivel nem a munkáltatom, de visszavonhatja a tanítási jogomat, ami azt jelenti, hogy akkor én ott ülök egy egyetemen, de nem taníthatom a diákjainkat, mivel hát bizonyos dolgokat elkövettem, meg hát... Mindegy, nem árulom el, hogy még milyen kárt okozhatna, mert akkor talán újból megpróbálják. Most is így elég volt egyszer, egyszer átélni. És amikor én elmentem a beszélgetéssel, még egy kollégám elkísértő már támogatólag. Bocsás, még milyen lélekkel mentél erről a beszélgetésre? Volt benned félelem, szorongás, vagy az igaza teljes tudatával? Teljes lelki nyugalom volt bennem, az biztos. <coughs> Én már előtte próbáltam azért információkat szerezni a püspök atyáról, hogy milyen típusú személyiség, ki az, aki ismeri, és hát nagyon sokaknak elmondtam a fakultáson, hogy hát egy ilyen helyzetbe kerültem. Nyilván a saját főnökömnek, a közöltem főnökömnek is, akik így rögtön rettegni kezdtek, és hát a dékánnak mondták, hogy ezen a beszélgetésen fog eldőlni, hogy meddig ér el Orbán Viktor keze. Uh -huh. Tehát, hogy itt ez egy politikai ügy, úgyhogy nem mindegy az se, hogy ő mit képvisel majd. Tehát, hogy azt, azt azért éreztem egyértelműen, hogy a fakultásnak a professzorai mögöttem állnak, és hát voltak, akik mondták is, hogy ha nagy baj lesz, akkor kitalálnak valami nemzetközi akciót, és ezt azért nem fogják annyiba hagyni. Tehát, hogy azért éreztem, hogy van mögöttem támogatás. Amikor megéreztem, én a világ legtermészetesebb mosolyával érkeztem, és hát arra gondoltam, hogy ha ő valójában Krisztusnak a szolgája, és én megadom a lehetőséget, hogy ő az, akkor fel fogja ismerni, hogy ez a helyzet miről szól, és hogy ő neki hova kell állnia de ugyanakkor nyilván meg is fordult bennem. Ha viszont rossz döntést fog hozni, akkor én már annyit szenvedtem ezzel az egyházal, hogy én nem tudom, hogy akkor mit tudok még ezzel kezdeni, illetve mit akarok. Úgyhogy ez egy kicsit egy ilyen döntési pont is volt. És aztán ő egy nagyon ügyes stratéga, nyilván ügyes diplomata is, nem ment bele a tartalmi kérdésekbe. Egyetlen egy dolgot kérdezett, és azt kérdezte, hogy hát Frau Perint Falvi, önnel akart beszélni egyébként a magyar püspöki kar? Felvetik a kapcsolatot? És mondom neki, Ó, hát én erre várok, amióta megjelent a könyvem. Én annyira szeretnék nekik egy előadást tartani erről a problémáról, de az összes egyéb dologról is, amit egyébként én gondolok, és ami az én fejemben van. De hát nem kerestek meg, sajnos nem történt ilyen. És akkor ő erre azt mondta, hogy hát pedig ő valahol a Bibliában azt olvasta, hogyha problémád van egy testvéreddel, akkor először a testvéreddel beszéld meg, aztán, hogyha nem tudod meggyőzni, mennyi a tovább az egyik előjáróhoz, aztán a további előjáróhoz, és hát azért a gráci az a sornak valahol a nagyon a végén van, és ő nem is érti, hogy neki egyébként ehhez miközben. Meg hát nekünk van egy olyan pápánk, akit Ferencnek hívnak, aki egy ö, olyan egyházról álmodik, ami a dialógusnak az egyháza, és ez azt jelenti, hogy partnerként beszélgessünk végre egymással. És hát ha ezt nem tették meg, ez a gesztus nincs, akkor ő meg tudja ítélni a helyzetet egyértelműen. Ez egy szubverzív offenzíva volt az én személyem ellen, amiben ő nem kíván semmilyen módon részt venni, és hát így fog nekik választ küldeni. Ezt a választ egyébként nekem is elküldte, úgyhogy beletettem az aktáimba, úgyhogy nekem is vannak már aktáim. De hát ez egy nagyon emelkedett intellektuális válasz, tehát Réntkül, és még humor is van benne. Igen. Tehát ez egy, ez egy és spiritualitás is. Az is van. Tehát Igen. ami, amibe... No, egyébként az, azt mondtad, hogy ha rossz döntés születik, és hát ennek a lehetősége mindig fennáll, akkor elgondolkodtál volna, hogy hogy alakuljon az egyház és a te viszonyod de ebből teljesen ki van rekesztve ugye a hited. Tehát a hittel való viszonyod az egy, történet, az egy más történet, mint az egyházzal való Igen. viszonyod. Na most készül egy népszámlálás. A, általában a hívő keresztény emberek száma ahogy az időbe haladunk előre, úgy csökken. Valószínű, hogy elég síralmas lesz, lehet, hogy meg fogják hamisítani, mert képesek rá, Igen. de ö, ö, csökken. Hát mit kéne tenni az egyháznak? Nem örömmel kéne fogadni azokat az építő, és itt nem gúnyosan mondom, mert volt ennek olyan időszak, amikor az építő jellegű kritikának ö, negatív töltete volt. De aki használni akar, aki szeretni, hogy újra közkincs legyen, hogy, hogy, öröm legyen az egyházhoz tartozni, én számos olyan embert ismerek, egyébként magamat is ide sorolom, és hát kivéve ő Iványi Gábor egyházát, aminek a tagja vagyok, hiszen reformátusnak kereszteltek, de amikor az szükségeltetett, hogy tízezer aláírója legyen, mert a törvényi feltételek így változtak, akkor én örömmel írtam alá, és az ő egyház az egy más egyház. De én nekem nincs nagy kedvem együttműködni az én református anya szent egyházomban a katolikusokkal végképp, nem, és nem a hittel van problémám. Mert én azt hiszem, hogy az Isten és az én közöttemi viszony az teljeséggel működőképes és elképzelhető, elképzelhető az egyház közreműködése nélkül, ami inkább ártennek a dolognak. Nem kéne ezen fordítani? Vagy hogy lehetne? Mi lenne a 21. század nagy kihívása? Vagy milyen, milyen feleletet kéne az egyháznak adni erre a kihívásra, hogy, 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 hogy ne akadálya legyen ember és Isten viszonyának, hanem elősegítője és támogatója? Hát sajnos nagyon egyetértek veled. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy néha az történik, hogy az egyház takarja el az emberek elől az Istennek az arcát. És hát ez szerintem egy nagyon súlyos bűn. Tehát, hogyha valami bűn ennek az intézménynek a részéről, akkor ez mindenképpen, hiszen az lenne a küldetése, hogy a világban tulajdonképpen az Isten szeretetének a jelévé válni. Ez ugye a Vatikáni Zsinat megfogalmazása szerint a katolikus egyháznak a funkciója, egy jellé válni az emberek között, az Isten szeretete jelének. És hát, ha nem ez történik, hanem tényleg az történik, hogy egyre hiteltelenebb, és hát egyre több ember fordul el. Ugye nekem van 35 ezer követő most már a Facebook oldalamon, és hát itt rengeteg egyháztól elfordult, de ugyanakkor hívő ember kapcsolódik hozzám. És hát egyébként ők is például keresnének hiteles közösségeket, hiteles papokat, akihez szívesen elmennének egy vasárnapi misére, de hát tényleg az a probléma, hogy én nem tudok nekik kiket ajánlani. Tehát amikor engem is kérdeznek, hát nem igazából tudok mondani. Akit én nagyon tiszteltem és becsülök most mind a mai napig, az nyilván Hodász András, akivel egyébként volt egy személyes konfliktusunk, és a konfliktus ellenére kialakult köztünk szerintem egy nagyon erős szövetséges viszony. Ugye ő teológiailag jóval konzervatívabb álláspontot képvisel, mint én, de politikailag pedig ugyanolyan erős kritikát gyakorolt. Hát pont ezért meg is kapta maga büntetését, és most ugye visszalépett egy évre legalábbis gondolkodási időt kért. Az ő esete is mutatja, hogy a katolikus egyház, meg az én esetem is nem tudja használni azokat a potenciálokat, akik tömegeket tudnak megszólítani, pedig hát itt tulajdonképpen arról lenne szó, hogy azok az értékes emberek, akik valamilyen módon másképp kezdtek el beszélni, valahogy tudnak használni egy olyan nyelvet, ami attraktív, ami vonzó a mai emberek számára. Lehet ez éppen a kritika nyelve, én ugye a kritikával lettem ismerté akkor miért ne használhatnánk ezeket az embereket arra, hogy egyébként tömegeket szólítsanak meg, és ezeket a tömegeket becsatornázzák hozzánk. Most én nyilván nem fogom ezeket az embereket ezek után oda becsatornázni, mert nem csak ahogy velem bánnak személy szerint, hanem hát ahogy tulajdonképpen a keresztény értékekkel bánnak, és itt alapvetően nekem politikai kritikám van, nem teológiai kritikám, és ez azt jelenti, hogy egy ennyire erős kolaboráns egyházba nem szívesen viszek bele és másokat. Ezt kellene szerintem először megváltoztatni, tehát kellene egy tisztulás. Ez a tisztulás, én szerintem azokban az években nem fog eljönni, amíg ez a rendszer fent áll. Egy picit eh, talán álmodozhatunk azokról az időszakokról, mint az egyháznak az első 300 éve volt, amikor üldözték de még a kommunizmus alatt is egyébként az üldözésnek igenis, hogy voltak pozitív hatásai. Egy sokkal kisebb közösség volt, de sokkal hitelesebb. Azok az emberek akár az életüket is adták, ugye mind a két időszakban azért, amiben hisznek. Ma pedig hát olyan emberek vannak pozícióban, és olyan emberek beszélnek a kereszténységnek a nevében, akik nem ennek a mesternek az arcát viszik bele a világba, hanem valami egészen torz dolgot. Hát ezen kell először változtatni, tehát egy rendszer szintű problémák vannak. A Szent Águston azt mondja valamikor a negyedik század tájékán, vagy közepet táján, hogy ha közelebb kerülsz, akarsz kerülni Istenhez, akkor kerülj közelebb önmagadhoz. Ö, aztán ezt nagyon sokan ismétlik. Tehát ez egy, ö, tulajdonképpen egy alaptanítássá vált ez a mondat, de az egyházi gyakorlatban én ezt nem, nem, nagyon tapasztalom. Mi a fene lehet ennek az oka? Pedig hát az út az ez lenne, hát ö, 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 én, én úgy értelmezem, hogy Isten a teremtéssel nem csak külsőleg Adta meg azt, amivel ő rendelkezik, mert Isten nem végez fél Nyilván a belső tulajdonságokkal is felruházott minket, amiről általában az írások hallgatnak. Tehát erre nincsenek utalások és nincsenek kitételek, pedig ha feltesszük azt a kérdést, ami látszólag értelmetlennek tűnik, hogy mi a teremtés értelme volt-e értelme? Hát értelem nélküli dolog nem nagyon van. Az értelme az lehet, hogy az az isteni szeretet, amit ő egy szemében megjelenít, képvisel, az terjedjen. Az ő teremtettei által, akik mint az ő személyes követei, ezt a szeretetet hirdetik, és egymásban is ugyanezt látják, és ezt én szerintem ez olyan fajék egyszerűségi dolog. Miért nem lehet erre tanítani a mi drága jó hívő testvéreinket, hogy találjátok meg magatokban azokat az értékeket, amivel Isten amúgy egyébként a teremtéssel egy időben felruházott titeket? Hát igen, itt Ágoston ugye a vallomásokban egy belső Isten élményről, egy belső Isten tapasztalatról beszél. Ugye ezt is mondja, hogy hát hosszú ideig kívül kerestelek, aztán a végül rájöttem arra, hogy te bennem voltál egész addig, amíg én egyébként kívül kerestelek. Amikor ő erről ír, akkor én szerintem egyfajta kontemplatív Isten tapasztalatról beszél, ez a kontemplatív Isten tapasztalat, ez a szemlélésben való, Istenhez való közeledést jelenti. Ilyen ez meditatív egy, jellegű? Ez egy, ez, 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 tulajdonképpen ez egy keresztény meditáció, lehet úgy is mondani, én régebben vezettem egyébként ilyen spirituális meditációkat, ezt a nevet adtam neki, mert a kontemplációt nem értik, de tulajdonképpen ezt uh, folytattuk, emberekkel, most erre már nincsen időm, és ennek az egész kontemplatív vagy meditatív hagyománynak az a lényege, hogy a kereső ember leül a csendben, és tulajdonképpen egy belső utat jár be, és ebben a belső úton járásban belül találkozik az Istennel. Tehát, hogy egy olyan közvetlen Isten élménye van, amihez nincsen szükség külső közvetítő közegre. Most ez a fajta kontemplatív ima, ez a 12.-13. században nagyon erőssé vált, nagyon erőteljessé vált, a keresztény misztikát is ezt határozta meg, hogyha elolvassuk ezeknek a keresztény egyébként író misztikusoknak a gondolatait, a vilai szenterészt, liziói kis szenterészt, akkor mindig lépten nyomon ebbe az élménnyel ütközünk. De még egy másik fontos figurája ennek, Szent Ignác, aki egyébként nekem nagy példaképpen volt sokáig, meg a jezsuitákat nagyon kedvelem most is, és ők ezt az ima hagyományt be akarták vezetni, pontosan azért, mert azt fogalmazták meg, hogy amíg a liturgia az egy olyan fajta istenélmény, amikor az Isten és az ember közé bekerül egy közvetítő közeg, maga a pap, addig ezek az imamódok, ezek közvetlenül adnak tulajdonképpen egy Isten megtapasztalást, amit viszont az egyház vezetősége, maga a hierarchia egy bizonyos időszakban annyira veszélyesnek gondolt, hogy be is tiltották. Például ugye ezeket az ignáci szemlélődő imamódokat is volt egy évszázad történelem folyamán, amikor megtitott az egyház. Miért? Attól féltek, hogyha az emberek rájönnek arra, hogy ezen a belső, befele haladó úton is lehet találkozni az Istennel, akkor azt fogják gondolni, hogy nekik már nincs is szükségük egy külső közvetítőre, vagyis az egyházra. Ez részben egy megalapozott félelem, részben pedig nem, mert azoknak az embereknek, akik ezt a belső utat járják, nekik is kell egy spirituális vezető, de egy olyan hiteles valaki, aki ezen az úton valóban előbbre jár, mint ő, és nem csak beszél erről, hanem példát tud tulajdonképpen mutatni. Valóban tanító kell, aki önmagadban. Segít meglelni a benned lakozó Isteni értékeket. Tehát nem azt mondaná, amit mondanak, hogy csak rajtunk keresztül, meg rajtunk kívül aztán csak a bűn útja létezik, hanem benned, és tanuld meg Igen. felfedezni önmagadban. Hát az előbb már beszéltünk arról, hogy egyre szorul vissza a, keresztények, a hívő keresztények létszáma és az egyház társadalmi elfogadottsága is ezen változtatni kéne. Hozzájárul -e ehhez, és mi a gyökere, és ezt, ezt mint teológustól kérdezem, annak a bűntudat kultusznak, ami a legerősebben a katolikus egyházban van jelen. Amikor megkeresztelik a kisgyereket, akkor a pap a hüvelykujjával egy keresztet ejt a homlokára, és azt mondja, hogy ezzel a keresztel megszabadítalak minden veled született bűntől egy újszülöttnek. Hát ez nem normális dolog, mert legalábbis az én világfelfogásomban én ezt döbbenten tapasztaltam, amikor a kisunokámat így keresztelték meg, hogy mitől, meg hogy? Meg, és hát volt még egy élményem, az egy kitűnő püspökkel esett meg, amikor egy beszélgetés során megkérdeztem, hogy el tudná -e érni, hogy az ő papjai megtanítsák örömmel megélni a híveket az ő gyönyörű hitükben. És akkor elgondolkozott ez a drága jó püspök, tényleg nagy szeretettel gondolok rá, és azt mondta, hogy tudod, az a baj, hogy... Öö. Azért nem tudják megtanítani őket, mert a legtöbbjük maga sem tudja mérhetetlen boldogsággal és örömmel megérni az ő gyönyörű hitét. Hát ez miért van? Miért van az, hogy más kultúrák, más vallási kultúrák, azok egészen másképp viszonyulnak a bűn és a bűntelenség, vagy az öröm és a bánat, a bűnbánat kérdéséhez? Ez honnan ered? Tehát mi, mi ennek a gyökere? Hát maga a euangélion, ugye most meg rögül mondtam, az örömhírt jelent, tehát jó a hír, mester üzenetek, az a jó hír, az az örömhír, és hát én azt gondolom, hogy azok az egyházi közösségek, vagy spirituális közösségek jók, amik az embert kiteljesítik, minden egyes nap szabaddá teszik, akár a spiritualitásában is, és minden egyes olyan vallási közösség vagy egyházi közösség, ami az embert egyre jobban megkötözi, és a bűntudat által tulajdonképpen egyre inkább fúsztrált teszi, azok rendkívül kártékonyak. Én foglalkozom azzal, hogy összehasonlítom például a három ábra, amit a vallást is ebből a szempontból. Én egy kicsit úgy látom, hogy mindegy egyházban, vagy mindegy vallásban a kereszténységes zsidóságot, iszlámot tekintve megvan a az úgynevezett konzervativizmus, vagy még erőteljesebben a fundamentalizmus, és megvan ennek a progresszív kritikája, én ugye nyilván ebbe a progresszív irányba álltam bele, akik pontosan megfogalmazzák ugyanezeket a dolgokat, amiket most te mondasz, és elmondják azt, hogy egyébként ez a mi gondolatrendszerünkben egy nagyon beteges dolog. A katolicizmus szerintem a vatikáni zsinaton már eljutott ide, tehát a 60-as években, hogy ezeket a dolgokat problémásnak ítélte, én szerintem itt a bűntudatkeltéssel, és hát hogy a bűnnek a fókuszba állításával, van egy, van egy, ennek az egésznek van egy pszichoszociális dinamikája, és ez a dinamika pedig azt jelenti, hogy hogyan tudjuk az embereket leginkább kontrollálni, irányítani, mi, mint egyház, vagy mi, mint és spiritualitás. Félelembe tartani. És félelembe tartani, és ez tulajdonképpen a bűnnek a bűre való fókuszálás. És hát itt is, ha a bűnöket nézzük, akkor azért azt is mondjuk ki, hogy itt speciálisan egy bűncsoportra fókuszál tulajdonképpen a keresztény morál, ez pedig a szexuális bűnöknek a csoportja. Tehát soha nem az van a fókuszban, hogy egyébként mi van a szociális bűnökkel, hogy te miért nem adtál alamizsnát, vagy miért mentél el amellett a szerencsétlen éhező mellett az utcán, aki ott feküdt a földön, hanem mindig arról van szó, hogy egyébként te mit csinálhatsz, és mit nem csinálhatsz a hálószobádban. Tehát, hogy egészen erre ment rá a fókusz, és ugye ez is azért van, mert szexualitása mindenkinek van, mert teste mindenkinek van, és szeretne ezzel kapcsolatban komfortosan élni, viszont hogyha egy egyház azt mondja, hogy te ezt és ezt nem teheted meg, te így és így nem szerethetsz, te ezzel és ezzel nem lehetsz együtt, akkor tulajdonképpen már adok nekik egy gondolatot, amivel küzdeniük kell, Ugyanakkor viszont a feloldásnak a lehetőségét is megadom, hiszen nálunk van a bűnbocsánatnak a szentsége, tehát valahogy így megpróbálom megkötni ezeket az embereket, és egyfajta kontroll gyakorolni. Tehát én azt gondolom, hogy az erre való fókuszálás, ez elsősorban ez egy hatalmi kérdés, és ez egy hatalmi játszma, ami viszont szerintem teljesen szembe megy azzal a krisztusi eh, mozgalommal. Én azt gondolom, hogy Krisztus nem igazából egy házat akart építeni. Tehát ő egy ilyen vándorpredikátor volt, aki egy mozgalmat szeretett volna, olyan testvéreknek a mozgalmát, akik egymást minden szempontból egyenrangúnak gondolják és úgy is viselkednek, és hogy ezek valahogy majd kovászként megerjesztik azokat a társadalmakat, amikben élnek és működnek, pozitív irányban. De hát ezek az intézményes egyházak, amik aztán ebből kialakultak, ezek valahogy nagyon más irányba mentek, és a hatalom került a fókuszba, pedig szerintem Jézus mindenfajta hatalomnak egyébként neki ment és kritizálta. Én ezt pontosan így látom, és a kitörés talán az lenne, ha, ha az egyházak ezen a mentalitáson, vagy ezen a hozzáálláson változtatnának a katolikusoknál. Egyrészt az általad a könyvedbe foglalt bűnök összefüggésbe hozhatók-e a cölibátus még mindig meglévő, szerintem idejét múlt, és abnormális intézményével, már csak azért is, mert nekem egy olyan pap, aki egy családon belül csak a gyermeki státuszt ismerte meg, az ne beszéljen a gyereknevelésről, legfeljebb úgy, hogy ő mit élt meg és mit tapasztalt meg gyerekként. De azt, hogy egy társas kapcsolatot hogy kell, ami neki, neki nem adatott meg, tehát ő nem, nem lehetett ennek a részese. Miért értelme van ezt még mindig fenntartani? Hát nyilván, hogy a cölibátus kialakulásában vagyoni kérdések nagyon fontos szerepet játszottak, hogy az egyházi vagyon ne legyen örökölhető, és hát ne legyenek örökösök. Na de hát ezen már messze túlhaladott a világ, tehát nem kéne itt valamit változtatni? Én azt gondolom, hogy e a kérdés mögött nem teológiai vita van, van teológiai vita is természetesen, de ami meghatározza, az egy egyházpolitikai belső vita mert szerintem ez a kérdés az egyik ö, fókusza tulajdonképpen a progresszív és a, a, és a konzervatív vagy a fundamentalista vitának, ami a Katolikus Egyházon belül húzódik. És nyilván a konzervatívok ezt a témát nem akarják elengedni, mert nekik ez politikai hatalomvesztést jelentene. Ugyanakkor viszont hát azokban a nyugati országokban, ahol ezekkel a kérdésekkel most végre szembenéztek, hogy milyen súlyos szexuális visszaélések vannak, ott ugye azt is kimerik mondani, hogy a cölibátus tarthatatlan pont emiatt nem közvetlenül, hanem közvetett módon oka a cölibátus a szexuális visszaéléseknek. Milyen módon? Például olyan módon, hogy a cölibátus vonza a pszichoszexuálisan éretlen személyeket. Mivel, hogy ez egy olyan életformának az ígérete, ahol nekem nem kell egy nővel vagy egy férfival egy egészséges, pszichoszexuális viszonyt felépíteném, el tudok bújni, éppen nem lennék rá képes mert mondjuk bekerültem egy... Akár egy menekülő útnak tekinthető. Egy abszolút egy menekülő út. Aki fél a társas kapcsolatok fenntartásától, hogy arra ő képtelen alkalmatlan, azt mondja, hogy akkor hát nekem itt van egy kitűnő, társadalmilag elfogadott, méltányolt hivatás, akkor ezt választom. Na, de Igen. ő magával viszi a torzulásait? Magával viszi a torzulásait, és ugye ez a probléma, hogy nem is kap hozzá eszköztárat, tehát... Az lenne jó, illetve hát működhetne ez elméletileg, hogyha ezek a kispapok, amikor a szeminarista éveiket élik, akkor megkapnák a megfelelő felkészítést ahhoz, hogy egyébként hogy lehet megélni akkor a cölibátust. Tehát hogy tudom a szexualitást integrálni egy olyan életformába, ahol egyébként ezt nem élhetem meg de hát én, ahogy beszélgettem kispapokkal, ilyenfajta oktatást nem kapnak. Van egy 80 éves spirituális, akinek nyilván ez a téma már nem probléma a saját életébe, és akkor ő elmondja nekik, hogy hát ha ezzel problémád van, akkor menjetek el gyónni. Tehát a gyóntatásra való kényszerítésen keresztül tulajdonképpen próbálják őket ebbe belevinni, de semmiféle eszköztárat nem kapnak. Lehetne egyébként erre egy jó eszköztár, de nincsen. És ugye ezért nem is tanulják meg. A másik pedig, hogy maga ez a közeg, ez egy szexuálisan, egy szexuálisan uh, izolált közeg, olyan értelemben, hogyha bekerül valaki egy egyházi gimnáziumba, mondjuk 14 évesen, 18 éves koráig ott van, ezek a klasszikus uh, gimnáziumok ugye nem voltak, még koadukáltak, akkor csak fiúk között van. Nyilván ahhoz, hogy valaki szexuálisan érni tudjon, kell a másik nemmel való kapcsolat. Ez nincs akkor ő 18 évesen belép a papi szemináriumban, vagy mondjuk egy rendbe, és aztán utána akár egy életen keresztül ott marad, mondjuk férfiak élnek egymással egy szerzetesi életközösségbe 30-40 éven keresztül, megint nincs meg az a dinamika, hogy egyébként mit jelent a másik nem, vagy a másik nemhez való viszonyulás. Ugye itt megint jön az én feminista kritikám, hogy a katolicizmuson belül meglevő nőgyűröletnek is ez tulajdonképpen az egyik oka, hogy ezek a férfiak nem is tudják megtanulni, hogy egyébként hogy kellene egy nővel normálisan beszélni. Ez egy tök ismeretlen világ. Teljesen ismeretlen. A világ, így van. És akkor, akkor meg is nekednek, és hát nyilván ez a monoszexuálisan izolált közeg, ez pedig torzítja, torzítja egyre jobban a személyiségüket, és hát ebből fakadhat egyéb tényezőknek a jelenléte által, például nagyon leterheltek, izoláltan élnek, magányossá válnak, vagy van még valami pedofil hajlamuk, hogy aztán bántalmazás is lesz ebből. No, én most nagyon durva dolgot fogok mondani, no. lehet, hogy megrósz érte de a szexualitás az, ö, ö, hát attól létezünk. Ugye, ha nincs szexualitás, akkor, akkor kipusztul az emberiség, és ez a tevékenység, ez nagyon nagy örömhöz van kötve. Tehát ez nyilván egy motiváltak vagyunk, hogy ezt folytassuk és szeressük, amit egyébként a, a katolikus egyház bűnnek tehát a bűnök forrásának fogalmaz meg. És én, amikor nagyon vicces kedvemben vagyok, és katolikus papbarátaimmal beszélgetek, akkor mindig azt mondom, hogy a szexualitás az, amikor az ember a legközelebb tud kerülni Istenhez, hiszen majdnem teremt. Tehát a teremtés állapotához van Igazából közel, és a végtelenhez, mert azért Isten az maga a végtelen. Tehát az, ő, ő, ő a végtelen, ami a mi véges eszünk el, ahol születünk és meghalunk közt, eltelik néhány év, ennek az asztalnak súlya van, méretei vannak, a pohárnak térfogata van, mindent mérünk. És nem tudunk mit kezdeni a végtelen fogalmával. Na most ettől a nagy örömtől, az Istenhez való közelkerülés örömétől, pont ők vannak megfosztva. Akkor miért akarják nekem elmesélni, hogy ők honnan tudják? Vagy ez nagyon durva közelítés? Nem. Abszolút ö, osztom ezt a nézőpontot. Hogyha a Bibliát nézem, akkor ott egy könyv van, ami ugye erőteljesen a testi szexualitásnak az örömeire és gyönyöröire fókuszál, ez az énekek éneke, aminek ugye érdekes az értelmezése is, hogy annyira erősek, erotikusak a képek, hát tulajdonképpen ugye ennek az így címlébenje az az, hogy ez egy dal gyűjtemény, amit esküvőkön énekeltek, és tényleg férfi és nő szerelméről, szexualitásáról szól egyértelmű. De mégis mind a kereszténység, még a zsidóság annyira félt ettől a testi szépségtől, illetve ennek a megnyilatkozásától, hogy ez bekerülhessen egy szent szövegbe, illetve a tulajdonképpen a Bibliába, és hogy kanonizált szöveg legyen, hogy elkezdték allegórikusan vagy szimbolikusan értelmezni. És akkor azt mondták, hogy de hát ez tulajdonképpen az Isten és Izrael közötti szerelem, vagy kapcsolódás, vagy szövetség, vagy Isten és a lélek. Ebben a könyvben az Istennek a neve egyetlen egyszer sem fordul elő. Nem erről van szó, hanem arról van szó, amit egyébként például női misztikusok, mondjuk Magdeburgi Mechtild, ő nekem az egyik példám, nagyon jól megérzett, hogy a szexualitás az erotika és a misztika között kapcsolat van. Én egyébként én, én is ezt gondolom, és szerintem itt kapcsolódok hozzá. hogy egy igazi erotikus élmény a maga tisztaságában, amikor az olyan, akkor abban tényleg megjelenik a misztika. Ezt hogy értem? Ezt úgy értem, hogy az erotikának és a misztikának is az alapja, hogy az én ki tudjon lépni önmagából, létrejöjjön egyfajta extázis, kilépés, ugye, extázis, kilépek önmagamból, és amikor kiléptem önmagamból, tudok találkozni a tevel, azzal a másik emberrel, akivel ott együtt vagyok, és aztán ott létrejön egy egység, ami ugyanezt történik az erotikában, és ugyanezt történik a misztikában is, csak ott ugye az Istennel. Most, hogy ezek az emberek hogy tudják, hát ez egy érdekes, mert amikor a misztikusok Magdeburgi megtilt ír az ő saját spirituális élményeiről, vagy Klavői Bernát, mint férfi, szintén a spirituális élményeiről, akkor erotikus képeket használnak. Ez ugye egy érdekes történet lenne, hogy aztán nekik voltak-e valójában erotikus tapasztalataik, is? mi csak jóval később találtuk azt ki, hogy egyébként az úgynevezett autogén erotika, tehát amikor az ember mondjuk önkielégítést végez, vagy hát tulajdonképpen saját magában van egyfajta szexuális közeledése, hogy az is a bűnnek a forrása, ezt, ezt nem tudjuk. Ugye ezek a szövegek sejtetik akár azt is, hogy egyébként nekik volt valós ilyen élményük. De az biztos, hogy akinek ez hiányzik, ezen keresztül nagyon könnyen betorzulhat, és itt szerintem egy annyira egyszerű emberi dolog van, hogy az irítség miatt is. Tehát én most ott vagyok egy fiatal 30 éves pap, 30 éves pap, és jönnek hozzám a fiatal párok, házassági felkészítésre, és látom rajtuk, hogy mennyire boldogan élnek, én meg ezt nem élhetem meg. Tehát ezt hogy tudom egészségesen kezelni? Itt olyan könnyű azt mondani, hogy jó, akkor viszont én elmondom nektek, hogy a ti szexualitásotok mikor lehet érvényes, hogyha például soha nem használtak fogámzásgátlást, ez ugye a katolicizmus tanítás minden mai napig semmilyen fogámzásgátlást nem engedett. Ugye régebben az volt a tanítás, hogy csak akkor szerelmeskedhettek, hogyha gyereket akartok, és egyébként minden egyéb módja az bűnös. Tehát, hogy valahol még akkor azt is korlátozzuk be, hogy nektek mikor szabad. Tehát ez a fajta kontrollis szerintem ebből a fajta irítségből jön, hogy egyébként nekem nem lehet egy ilyen élményem, és hát azért, igen, azt pedig ugye ne felejtsük el, hogy mennyi papnak pedig van, egyébként nem megengedett módon, és hát ez is belekényszerít őket egyfajta kettős életbe, hogy valamit kell mondanom, de hát igazából nem tudom megélni. Az énekek énekében van egy olyan sor, amivel én nem tudok mit kezdeni. Ez a sor úgy szól, hogy szeres akkor is, hogyha fekete vagyok, illetve fekete vagyok, és szeres feketén is. Ezt hogy kell érteni? Ez, ez, ez annyira nem, nem, megy a fejembe. Tehát nem, de abban a korban, ugye hát mindent a saját korában kell vizsgálni, hogy, hogy akkor mit jelenthetett. Mit jelentett ez a, ez a, ez a sor? Ez egy nagyon szép, nagyon szép gondolat. Én ahogy értelmezem, szerintem ez azt jelenti, hogy szeres akkor is, hogyha kidolgozunk abból a képből, amit egyébként Tehát itt elvárnak. Én a azt teketét, gondolom, hogy nem. igen. Én azt gondolom, hogy itt igen. Ugye nagyon Akár érdekes. A rossz Akár a rossz vagy. A társadalmilag nem megengedett, például az ötödik énekben egy lánynak a történetét halljuk, aki este várja a szerelmét, a szeretőjét, egyébként nem házasok, ugye ez is egy ilyen félrelmért értelmezések sokszor az énekek énekének, ének, hogy ott csak házas emberek szeméről van, szó, hát nem. És ez a lány tulajdonképpen kimegy éjszaka az utcára, hogy kövesse a szerelmét, aki aztán mire kimenne az utcára, már eltűnik, tehát egyfajta évődés van kettőjük között, de mivel ő éjszaka kimegy az utcára, és ez nem megengedett társadalmilag, hogy egy hajadon nő egyébként ott flangáljon az utcán, ezért a városnak az őrei megfogják, és tulajdonképpen megverik, elveszik tőle a fájtlát, sokan azt értelmezik ez alatt, hogy akár meg is erőszakolják. Tehát, hogy egyfajta társadalmi határátlépésről van szó. Ez a fekete is szerintem valami ilyesmi képről szól, hogy a szerelem a szexualitásban, vannak olyan dolgok, amik a társadalmilag nem megengedettek, vagy mondjuk, hogy te, te nem szeretheted azt, vagy ezt, de a szerelem az átvisz ezeken a külső tabukon, amiket mondjuk egy rendszer, akár egy vallás, vagy egy társadalmi közeg húzna ránk, mert valahogy Valahogy transz tendál. Én, én ezt látom ebbe feketébe is, de meg lehetne ezt nézni ezek a konkrétan. Köszönöm szépen. Nagy, még van egy kis időnk, és az előbb szóba hoztam a végtelent Isten és a végtelen kapcsolatát és a végtelen értelmezését. Fölfogható-e úgy, hogy tulajdonképpen van eszközünk a végtelen érzékelésére, de ez a tudat van? Tehát a tudat és a tudatalatti az tulajdonképpen úgy viszonyul egymáshoz, mint a, a véges és a végtelen. És hát ebben Istennek meghatározó szerepe van, mert ő adja meg az átjárás lehetőségét egy olyan világba, ami a mi tudati eszünkkel kifürkészhetetlen, tehát a racionális tudatunkkal kifürkészhetetlen, de hát óriási értékeket rejt. Én úgy gondolom, hogy például a zene, az egy rés a végtelenre, tehát az, az, az valamit megnyit. Amikor a racionális gondolkodás azt mondja, hogy itt a végét kapuk vannak, gátak vannak, cölöpök vannak, akkor a zene, vagy akár a festészet, vagy a költészet is képes. Tehát képes megnyitni azokat a kapukat, és és tulajdonképpen a hitnek is, a vallásnak is. Ez az egyik szerepe, hogy megtanuljuk értelmezni azt, amit egyébként a racionális eszünkkel nem, de talán az érzemeinkkel érzékelhető. Elfogadható, vagy, vagy egyet lehet ezzel érteni, vagy ez egy teljesen fals közelítése a hitvilágának? Én azt gondolom, hogy ez az egyetlen helyes és jó megközelítés a hit és a spiritualitás világához, vagy a transzcendensnek a megtapasztalásához. Azt gondolom, hogy a vallások, amikor ugye megfogalmazzák a maguk tételes teológiáit, dogmarendszert alkotnak, fogalmakat alkotnak, akkor már tulajdonképpen ráépítenek valamire, ami egy sokkal közvetlenebb tapasztalás, tapasztalat, és ezek, amiket mondtál, ezek a közvetlen szint. A kontempláció, a meditáció is a közvetlen szint. A költészeten keresztül. A táncon keresztül, például számomra nagyon fontos a tánc, a táncon keresztül megélni a transzcendenshez való kapcsolódást. De lehet egy ilyen, például mondjuk, hogyha az azent nézzük, a keleti gondolkodás, mondjuk egy teának a megívása, ahogy kortról kontra tulajdonképpen iszom, és jelen vagyok abban a pillanatban, az itt és a mostban, és kapcsolódom a valósághoz. És ebben a valóság kapcsolódásban találkozom az Istennel. És valahogy, amikor ezek az egyházak, teológiák, dogmarendszerek kialakulnak, ezek erre ráépülnek, és nem érik el ezt a közvetlen szintet. Tehát egy picit, akik ugye misztikusként az egyházakon belül gondolkodtak, azok mindig azt mondták, hogy mondjuk egy ilyen Aquinoi Szent Tamás, hiába a 13. század egyik legintellektuálisabb teológusa, és tényleg egy hatalmas lángelme, amiket ír, az teória. De valahogy ez a teória, ez nem érheti el azt a közvetlen szintet, amiről te beszéltél. És szerintem ezért nagyon fontos, hogy egy hívő ember életében mind a kettő legyen ott. Egyrészt ismerje meg mondjuk a hitének a tételes tanait, de ne, ne, ne elégedjen meg ezzel, hanem mindenképpen keresse a közvetlen kapcsolódásnak az útját. Én azt gondolom egyébként, hogyha már itt Iványi Gábornak a, az intézményében vagyunk, hogy egy nagyon fontos közvetlen Isten kapcsolódás meglátni, a transzcendenciát a szenvedő embernek a tekintetében. Tehát az a legközvetlenebb Isten-tapasztalat. Ugye erről beszél Jézus, hogy amikor a legkisebb testvéremnek adtatok ruhát, ételt, befogadtátok, akkor ezt nekem adtátok ez arról szól, hogy az Istennel a szenvedő emberen keresztül lehet közvetlenül tapasztalni. Tehát egy első szemében mondja, ennem igen. adtatok, amikor éheztem, Nekem. ruhát adtatok, Vagyis amikor fáztam. Igen, 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 igen. No hát, kedves doktor Perint Falvírita, letelt az egy óránk, és én én azt mondom, hogy professzorasszony, mert én megerőlegezem, mert az, az egy cím, de a címhez szükséges tudás az már rég rendelkezésre áll tokkal volnóval, úgyhogy minden jót kívánok, és nagyon köszönöm, hogy megosztottad a hallgatókkal és velem az értékes gondolataidat, és hogyha van kedved hozzá, és most nem ment el a kedved a mostani beszélgetéskor, akkor máskor is szívesen látunk vendégül az Oltalom Rádió stúdiójában. Nagyon köszönöm a fantasztikusan izgalmas kérdéseket, mert éreztem rajta keresztül a hitedet és a gondolataidat, és ez így emberileg is egy izgalmas találkozás volt számomra, úgyhogy jövök máskor is. Köszönöm. Köszönöm szépen, és a kedves hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, minden jót, viszont hallásra!